A Szabadkát elkerülő és tehermentesítő út az Y-elágazás kiépítése abba a szakaszba érkezett, amikor elkezdik a Békovai elágazás összekötését a Topolyai úti elágazáson át az Ombori úton lévő elágazással. Nem csupán talaj és aszfaltozási munkálatok ezek, mivel a szakaszon két felüljárót is ki kell építeni. Egyet a Noviszádi vasút fölött, még a másikat a Csantavéri út fölött. Előlátva van 240 napunk, tehát november 29-re praktikusan sikerül is talán befejezünk, ha az idő is szolgál bennünket. A most épülő 5 kilométeres szakasz, miután elkészül, sokat jelent Szabadka számára. A tehérforgalomnak főleg nem kell bemenni majd Szabadkára, hanem bírnak ezen a kerülő úton, de a teljes funkció akkor fog lenni, hogyha kiépül az út egészen a határig, ami még 12 kilométer van a Zombori úttól. Az országban Y-ágként ismerté vált Szabadkát elkerülő 24 kilométeres utat immár 28. éve építik kisebb-nagyobb kiesésekkel.